Mint ismert, a szerdai hétközi fordulóban lejátszott Soroksár SC Szeged 2011 mérkőzést a játékvezető a találkozó 61. perceiben 10 perces szünetet követően 3-1-es soroksári vezetésnél félbeszakított. Az anyagunk elkészítésének időpontjában még nem ismert az MLS versenybizottságának döntése a mérkőzés folytatásával kapcsolatban. Reméljük, hogy a döntés nem fogja felborítani a versenynaptárunkat. A meccsel kapcsolatban még annyit, hogy csapatunk igazán sajnálhatja, hogy nem fejeződött be a találkozó, hiszen a 2017-es év eddigi legjobb játékát nyújtotta azon a napon. Rendkívül jó futballt játszottunk, és eredményes is volt. Nyilván sajnálom a kihagyott helyzeteket, nagyobb különbségű győzelem esetén nem kellett volna újra játsszuk ezt a mérkőzést, úgy gondolom, hogy így most könnyen elképzelhető, de várjuk meg a határozatot, amit a versenybizottság fog hozni. Hát én úgy fogalmaznék, hogy jobb, ha nem foglalkozunk vele, most már nem a mi tisztünk eldönteni, majd gondolom a versenybizottság megmondja, hogy mi a döntés, aztán majd vagy új meccs, vagy nem tudom mi a további teendő, de majd akkor foglalkozunk vele. Ezért a mérkőzésért megérdemeltük volna 3 pontot, mind a mutatott, mind az eredményes játék alapján, de nem kívánok vele tovább foglalkozni, mert elmúlt. Ha lejátszuk újra akármennyit, vagy a hátralévő időt, vagy a teljes mérkőzést le kell játszani újra. Csapatunknak nincs ideje a kesergésre, hiszen vasárnap újabb bajnoki mérkőzés következik. A hétvégi Szegléd meccs, ami fontos nekünk, azt is meg kell nyerni. Remélem ugyanilyen jól játszunk, és akkor minden jó lesz. Nekünk egy rendkívül nehéz mérkőzés következik egy tavaszi formájában jó Szegléd ellenével kell foglalkoznunk, tehát nem kívánok tovább foglalkozni ez a mérkőzéssel. Azon túlmenően, hogy gratulálni szeretnék a csapatnak, mert valóban így van, hogy közönség szórakoztatóan, szervezetten és jól, még egyszer mondom, igényesen futballoztunk.